Sziasztok! Ez itt a Viselkedés Biológia nektek veletek, az ELTE Etológia Tanszékének tudománynépszerűsítő videósorozata. A mai részben az agykutatás izgalmas világába kalauzol minket a neuroetológiai kutatócsoport, akik arra kíváncsiak, hogy hogyan észlelik a különböző hangadásokat az emlősök. Ezúttal azonban az elmaradhatatlan kutyás vizsgálatok mellett egy elsőre talán meglepő fa is felbukkan. A neuroetológiai kutatócsoport 2017-ben indult el, amikor dr. Andics Attila elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia legrangosabb pályázatát, a Lendületet, mely keretében 5 évre támogatást kapott ahhoz, hogy létrehozhassa saját kutatócsoportját. Ezután elnyerte az Európai Kutatási Tanács támogatását is újabb 5 évre. A neuroetológiai kutatócsoport különböző módszerekkel és különböző fajokon vizsgálja a kommunikációs jelzések feldolgozásának mechanizmusait. Andics Attila doktori fokozatát Hollandiában szerezte meg, pszicholingvisztika és funkcionális agyi képalkotás területén. Az ELTE etológia tanszékéhez 2012-ben csatlakozott. 16 éve vizsgálja a hang- és beszédfeldolgozás idegi mechanizmusait emberekben, illetve újabban kutyákban és malacokban. A neuroetológiai kutatócsoport a tanszék sok más csoportjával szemben nem csak viselkedéses vizsgálatokat csinál, hanem különböző agyi képalkotásos, úgynevezett kognitív idegtudományi vizsgálatokat is. Tehát nem csak azt vizsgáljuk, hogy hogyan viselkednek az állatok, emberek, akik éppen a vizsgálataink alanyai, hanem azt is, hogy mi történik közben az agyukban. Szeretnénk megérteni, hogy hyan működik a kutya agya, a malac agya, az ember agya, az egyiké a másikhoz képest. Mi elsősorban azzal foglalkozunk, hogy a különféle kommunikációs jelzések, azon belül is a hangadások, a beszéd, milyen módon dolgozódnak fel az agyban. Milyen agyi mechanizmusok segítik az embert, a kutyát, más fajokat abban, hogy megértsék más fajok vagy saját fajtásaik kommunikációs jelzéseit, hangadásait, beszédhangjait, szavait. A kutatók a különböző fajok vizsgálata során meglepő módon sokszor leginkább arra kíváncsiak, hogy az ember hogyan működik, mire képes az emberi agy, amire esetleg más fajok agya nem képes. Az állatvilágban egyedüléként vagyunk képesek a beszédre, és szeretjük azt gondolni, hogy ebben nagyon különlegesek vagyunk. Az idegtudomány is sokat tud már arról, hogy milyen agyterületek és agyi folyamatok támogatják a beszédképességünket. Azonban ezekről egyre inkább kiderül, hogy nem csak az embernél találhatók meg, hanem más állatfajoknál is szerepet játszanak a hanggal történő kommunikációban. A neuroetológiai kutatócsoport vizsgálatai segíthetnek jobban megérteni, hogy az emberi agy mennyire specializálódott a beszéd támogatására, és milyen folyamatok azok, amik megtalálhatók esetleg más emlősök agyában is, például az emberrel élő kutyáknál, vagy a törpemalacoknál. A kutyák ugyan messze találhatóak az embertől evolúciósan, azonban ugyanabban a szociális környezetben élünk, és ezért érdekes, hogy vajon az emberi agy és a kutya agy hasonlóan dolgozza fel ugyanazokat az ingereket, és azáltal meg tudjuk állapítani, hogy bizonyos agyi folyamatok már megtalálhatóak voltak esetleg egy közös ősnél, vagy az adott ingerekre specializálódtak. Azért vizsgálunk kutyákat is és törpemalacokat is, mert manapság már a törpemalacokat is hasonlóan tartják, mint a kutyákat, tehát ugyanolyan társállatok, ugyanolyan házi kedvencek, mint a kutyák, ugyanúgy van, aki szintén bent alszik az ágyában a törpemalac, megtanulják a trükköket, szobatiszták, tehát vannak, akik már úgy tartják a törpemalacokat, mint ahogy általában az emberek megszokták, hogy a kutyákat tartják. Viszont ez a folyamat sokkal később kezdődött, mint a kutyák esetében. És igazából arra vagyunk kíváncsiak, hogy ennek ellenére mennyire hasonlóak azok a mechanizmusok, amikkel feldolgozzák a beszédet, vagy más hangingereket
a kutyák és a törpemalacok, és hogy ez mennyire hasonlít az emberhez. A kutatók egy korábbi vizsgálatuk során azt figyelték meg, hogy a kutyák a csecsemőkhöz hasonlóan ismerik fel a szóhatárokat. A csecsemők, amikor megszületnek, nem ismerik a szavakat, mégis képesek a feléjük áramló folyamatos szövegfolyamban megtalálni őket. Ezt nagyon érdekes módon úgy csinálják, hogy gyakorlatilag statisztikai számításokat végeznek a szótagok előfordulásának gyakoriságával. Vagyis azt számolgatják, persze nem tudatosan, hogy mekkora valószínűséggel következik egymás után két szótag. Ezt a jelenséget statisztikai tanulásnak nevezzük. A minket körülvevő világ tele van mintázatokkal, és az agy akkor működik a leghatékonyabban, hogyha ezeket a mintázatokat gyorsan fel tudja ismerni. A nyelv egy bonyolult rendszer, így a megtanulásához bonyolult számításokra van szükség. A kutyák, akiket ugyanúgy körülvesz a beszéd, mint a csecsemőket, nemcsak hogy képesek ezekre a nagyon bonyolult statisztikai számításokra, hanem ezeket hasonló agyterületeken végzik, mint ahol az emberek. A kutatócsoport másik érdekes felfedezése az volt, hogy a kutyák képesek megkülönböztetni egymástól két nyelvet. A kísérletben a kis herceg egy részletét olvasták fel a kutyáknak magyar és spanyol nyelven. A vizsgálatban 18 kutya vett részt, melyek közül 16 magyar, 2 pedig spanyol nyelvű környezetben élt. Azt figyelték meg, hogy az agyi aktivitás mintázatuk másmilyen volt, mikor a spanyol, és más, mikor a magyar nyelvet hallgatták. Minél idősebbek voltak a kutyák, tehát minél több időt töltöttek a gazdájukkal, minél többet hallották a gazdájuk anyanyelvét, az agyi mintázatuk annál megbízhatóbban különítette el a két nyelvet egymástól. De nem csak azok az eredményei izgalmasak, amikből kiderül, hogy miben hasonlítanak a kutyák az emberekre, hanem azok is, amelyek azt mutatják, hogy valamiben elmaradnak. A kutyák beszéd és hangfeldolgozó képességei például nem olyan hatékonyak, mint az emberé. Erre egy jó példa talán az, hogy amikor szavakat mutatunk kutyáknak úgy, hogy elrontunk bennük egy-két beszédhangot, akkor úgy tűnik, hogy a kutyák, bár egyébként képesek arra, hogy apró beszédhangokat is elkülönítsenek egymástól, érzékenyen felfigyeljenek arra, hogyha egy beszédhangnyi változás van, mégsem nagyon izgatja őket, úgy tűnik, vagy hát legalábbis egy EEG vizsgálatban azt találtuk, hogy az agy nem reagál különbözően akkor, hogyha az ismert szót hallják, vagy hogyha ebből egy beszédhangban eltérő szót hallanak, szemben azzal az esettel, amikor egy valóban nem szót, egy számukra ismeretlen hangsort hallanak. Ez azt mutatja, hogy észlelik, hogy egy ismert szó hangzott el, vagy egy számukra teljesen ismeretlen, viszont nem izgatják magukat különösebben azon, hogyha egy-egy beszédhangban eltér a szó a valóditól. Tehát, mintha nem lenne olyan erős fókuszuk, figyelmük, értésük arra vonatkozólag, hogy a szavak minden hangja egyformán számít, mert egy-egy beszédhang is egy teljesen más jelentésű szót tud eredményezni. Nagyon izgalmas, hogy egyébként ebben az egyéves gyerekekhez hasonlítanak, és nagyon különböznek a kétéves gyerekektől. A kétéves gyerekek már nagyon határozottan elkülönítik az egybeszédhangban eltérő szavakat a valódi szavaktól, és inkább a teljesen rossz összekevert hangsorral kapcsolják össze őket. Tehát lesznek a jó szavak, meg a majdnem jó vagy nem jó szavak, szemben az egyévesekkel, meg a kutyákkal, ahol meg egy beszédhang ide vagy oda nem különösebben érdekes. A kutatócsoport még a vizsgálatok elején jár, és a következő 5 évben sok más, érdekes kérdés megválaszolásán fognak dolgozni. Például az érdekel minket, hogy a fajtársak hangjait, vagy más fajok hangjait hogyan dolgozzák fel, hasonlóan különbözik-e a különböző fajoknak a feldolgozása, vagy a különböző fajok hangjainak a feldolgozása, és az is érdekel minket különösképpen, hogy hogyan tanulják meg a kutyák az egyes tárgyak jelentését. Rábban beszéltünk a statisztikai tanulásról. A statisztikai tanulás gyakorlatilag arról szól, hogy bizonyos dolgok megjelennek, tehát mintázatokat fedezünk fel, bizonyos dolgok megjelennek együtt, vagy nem jelennek meg, és hogy észrevesszük-e, hogy valami gyakrabban jelenik meg együtt. És azt tudjuk, hogy a csecsemők például számos jelentést így tanulnak meg, hogy hallják a hangot, és megjelenik egy kép, és akkor ezt így társítják. És végül eljutnak odáig, hogy ez egy jelentése az adott tárgynak. És például kíváncsiak vagyunk arra, hogy a kutyák erre képesek-e,
Gyakran szeretjük azt gondolni, hogy a kutyák mindent értenek, hogy a kutyák mennyi mindent tudnak, azonban sok viselkedéses kísérlet azt mutatja, hogy gyakorlatilag abból, amit mi mondunk, abból annyira sokat nem értenek. Ha egy gyereknek azt mondjuk, hogy ül és nem ül le, akkor nem azt gondoljuk, hogy nem érti, hanem egyszerűen neveletlen. Viszont a kutyának, hogyha mondunk valamit, és azt nem hajtja végre, vagy azt nem hozza oda, vagy nem vesz észre, akkor szeretjük azt gondolni, hogy nem érti. És gyakorlatilag a kutatócsoportunk azért is használ idegtudományi módszereket, mert hogyha viselkedésesen a kutya nem is hajtja végre a feladatot, attól még az agya máshogyan fogja feldolgozni az ingereket. Tehát egy ismert és egy ismeretlen dolog hiába nem végez el semmilyen mozdulatot a kutya, az agya máshogyan fogja ezt feldolgozni, és például, hogyha mondjuk EEG vizsgálatot végzünk, akkor az agyhullámai között különbség lesz egy mondjuk ismert és egy ismeretlen tárgy esetén. Tehát gyakorlatilag meg tudjuk nézni, hogy hogyan tanulnak a kutyák például, hogy ha gyakran jelenik meg egy szó és egy hang hozzá, akkor társítani tudják-e és észre tudják-e venni, hogy ezek kettő együtt jár, és mondjuk másik szó meg hang az meg, vagy kép nem jár együtt. A kutatók szeretnék megvizsgálni, hogy a kutyák képesek-e megtanulni egy adott szónak a jelentését, egy adott tárgynak a nevét, csak azáltal, hogy együtt hallják őket. Ehhez várják olyan gazdák jelentkezését, akik kutyája legalább 5 tárgy nevét ismeri. Arra kíváncsiak, hogy ha nem azt a tárgyat mutatják fel, amelyiknek a neve elhangzik, akkor azt a kutyák észreveszik-e. A kutyák reakcióit pedig EEG segítségével vizsgálják, vagyis tulajdonképpen a kutyák agyhullámait figyelik meg. Ez sokak számára ijesztően hangozhat, pedig a vizsgálat maga teljesen ártalmatlan. Az EEG, vagyis az elektroenkefalográfia azon az elven alapszik, hogy az agy folyamatosan elektromos jeleket bocsájt ki, ami az idegsejtek aktivitásából ered. Ezeket agyhullámoknak nevezzük. A különböző események által kiváltott agyi válaszok agyhullámai különbözőek lesznek az adott ingertől függően, és a kutatók ezeket az agyi válaszokat rögzítik és vizsgálják. Az agyhullámok rögzítése elektródák segítségével történik, melyeket a kutatók a kutyák fejbőrére helyeznek fel. A felhelyezés úgy néz ki, hogy a megfelelő helyeken a kutya szőrét először szétsimítják és megtisztítják a bőrt. Majd egy sűrű, fehér, természetesen teljesen ártalmatlan kenőcs, úgynevezett vezetőpaszta segítségével felrögzítik az elektródákat a bőrre. A paszta megszáradását követően az elektróda már el is tudja vezetni a kutya agyhullámait. A kísérlet végén ez a paszta vízzel könnyen lemosható a kutya bőréről és szőréről. Az EEG vizsgálatokon való részvételhez a kutyának semmi különöset sem kell tudnia. A legtöbb ilyen vizsgálat úgy fest, hogy a kutya besétel az utcáról a gazdájával a külön erre a célra kialakított szobába, ott egy kicsit körbeszaglászik, felfedezi a teret, és amikor már úgy gondolja, hogy ő most jó helyen van és lepihenne, akkor lefeküdhet egy matracra, mellé ül a gazdia, és a kísérletvezető elkezdi felhelyezni az elektródákat. Ezt követően hangszoróból játszanak le hangokat a kutyáknak, ami lehet a kisherceg, lehet kutyaugatás, vagy akár monoton szöveg. Sokféle kísérletet terveznek. Jó, hogyha a kutya egy kicsit fáradtan érkezik a vizsgálatra, és nem izgága, mert ez a módszer nagyon érzékeny a mozgásokra. Ugyanis az eközben mért jelek nem az agyi tevékenységekből származnak, hanem az izomműködés melléktermékei. Így a mérés azon részeit, amikor nyugtalankodott a kutya, sajnos nem lehet felhasználni. Azt hiszem, az egyik fontos gyakorlati aspektusa a beszédfeldolgozás evolúciós hátterére, a beszédfeldolgozás agyi mechanizmusaira vonatkozó mindenféle kutatásnak az, hogy az ember számára rettentő fontos a beszéd. Az ember számára rettentő fontos az, hogy hatékonyan tudjon beszédet érteni, és ezért nagyon fontos értenünk, hogy amikor valami nem működik megfelelően, amikor valami félrecsúszik, amikor valakinek egy olyan agyi eltérése van, vagy olyan atipikussága van, ami miatt a kommunikációs jelzések feldolgozása máshogy működik, mint ahogy megszoktuk, akkor ehhez hogyan tudunk egészségügyi szakemberként, orvosként, agyi képalkotó eljárásokkal, vagy egyáltalán más módon pszichológusként, biológusként viszonyulni. És azt gondolom, hogy ha sokat megértünk abból, hogy hogyan működik a tipikus beszédfeldolgozás emberben, és jobban megértjük azt is, hogy nem emberben
hogyan működik a beszédfeldolgozás, ez egy nagyon nagy segítséget fog adni ahhoz is, hogy jobban tudjunk gondolkodni azoknak az embereknek a megváltozott beszédfeldolgozó képességeiről, akik valamilyen agyi eltérés miatt másképpen dolgozzák fel a beszédet. De a kutatásoknak az állatok szempontjából is van gyakorlati jelentősége. Ha megértjük, hogy az agyuk mit és hogyan dolgoz fel, mit értenek meg az emberi kommunikációs jelzésekből, az hozzájárulhat olyan kiképzési módszerek fejlesztéséhez, amelyek megkönnyítik a kutya és az ember közti kommunikációt, és hozzásegíthetik a kutyákat ahhoz, hogy hatékonyabban értessék meg magukat velünk, emberekkel. Mivel ilyen szorosan élnek velünk a kutyák, láthatjuk, hogy önmagukban izgalmas alanyai a beszédfelismeréssel kapcsolatos vizsgálatoknak. A törpemalacokkal való összehasonlításukkal pedig bepillantást nyerhetünk még az ember nyelvi képességeinek fejlődésébe is. A következő és egyben záró epizódunkban még a malinál is színesebb társaság vár ránk. Bundák, tollak, sőt pikkelyek is. Tartsatok velünk legközelebb is!